A képen egy 2012-es Mid MacBook-ot látunk, 13-szoros, ami ránézésre teljesen makulátlan állapotban van, fél éves egyébként. Így is teljesen jól néz ki. Egyetlen egy szépség hibája van, hogy nem kapcsol be. Ugyanis 2 deci fröccsöt kapott a drágaság. Megpróbáljuk megjavítani. Közben én előkészítettem a szükséges szerszámokat, egy csillagfejű csavarhúzó, amivel majd szét fogom szedni, egy snitzer, arra az esetre, hogyha olyan kábelek esetleg elszakadtak, vagy hosszúak, vagy toldozni, foldozni kell, akkor ezzel meg fogom majd tudni csupaszolni. Illetve ezzel azt ragasztó szalaggal majd összeragasztom a vezetékeket, ugye, hogy jól szigeteljen, mert szigetelő szalagom sajnos nincs, de majd ez teljesen jó. Sőt, ez még talán még jobb is, mint a szigetelő szalag. Van itt egy fogó, állítható a mérete is egyébként, hogyha kisebb alkatrészeknek az igazításához nagyon jó, hogyha átállítom a nagyobb fokozatra, akkor nagyobb alkatrészeknek a helyreigazítására teljesen tökéletes lesz. CD-ROM vagy Winchester vagy valami ilyesmi, hogyha elmozdult, akkor ezzel nagyon jó majd helyre lehet igazítani. Ez egy ilyen tüzes lángocska. Ha esetleg valami lefagyott benne, akkor ezzel fölmelegítjük, és már is indulni fog. Van WD-40-em, ami ez egy ilyen zsírozós, csúszós dolog, spray, ami arra az esetre, hogyha akarunk rá operációs rendszert telepíteni, és mondjuk a CD-lemez nem akar belemenni kellőképpen. És gyakorlatilag ezzel a szerszámmal meg fogjuk tudni javítani, hogy működőképes legyen ez a MacBook Pro. Még egy dolog, egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez egy ilyen faliszög kalapáccsal. Ha netalántán nem sikerül megjavítani, akkor ezt beütjük a falba, a kalapáccsal, és szépen föl lehet akasztani dísznek. Szedni, ami egyébként két oldalas ragaszóval leragaszva, hogy miután visszarakjuk, azt ne lehessen látni, hogy ott bárki hozzányújt. Szóval a feladat adott. Még 2 nap és kész is. Órákon át tartó szenvedés után sikerült eltávolítani azt a fóliát, amit gyakorlatilag sérülésmentesen lehetetlen. Aztán most következik a nagyobb feladat, ugyanis tele picike, apró csavarokkal, egész pontosan, nem tudom mennyi, sok. 71 darab miniatűr csavar tartja, szóval igen. Majd birka türelemmel fogok szépen eltávolítani. Ott vannak a csavarok, az a 70-es csavar, és már immár a számítógép hátuljáról látjuk az elejét. Megpróbálom a beázást eltávolítani fűtisztítóval, de ez már kapásban nem fog működni, mert nem fér bele. Ezért kell egy fogpiszkáló, és egy sokkal kisebb, diszkrétebb eszközt hoztam ezzel létre, amivel bátran mindenhol befér. És kifogom
Elérkezett az igazság pillanata, ugyanis 7 éjszaka és 7 nappalon keresztül takarítottam ezt a gépet. És hogyha adunk neki tápot, akkor elviekben, ha minden jó megy. Aha,